Hello, sziasztok! Köszöntelek benneteket a csatornámon. Előre leszögezem, aki a tükörben látja, hogy folt van a seggemen. Beleültem az edzős piámnak a cseppjébe, úgyhogy nedves törlővel kicsit áttöröltem, úgyhogy biztos, hogy látszik. Csak gondoltam, itt kommentben teljesen fölösleges lesz kitárgyalni. Na, megint rendelés elemzéses videóval, illetve unboxing videóval jelentkezem. Tudom jól, hogy egy páran ezt nagyon-nagyon várjátok, de egyébként nagyon-nagyon örülök ennek, mert már féltem, hogy egy kicsit unalmas, de tudjátok, holnap kezdődik a diétám, ez azt jelenti, hogy már nagyon sok olyan dolgot rendeltem, ami ugye ennek az elősegítésére szükséges lesz. Viszont az első dolog, amit kivennék, azt fel akarom venni, mert én nagyon ráizgultam. Tök véletlen vettem észre, hogy van a Jim Beamnél ilyen bizpinkes sapi, és ezt most felveszem. Nagyon remélem, hogy jól áll. Még külön be is öltöztem neki, ugye? Minden Jim Beam, ami rajtam van, a sportmártartó, és még ez a jó kis zokni is rajtam van, úgyhogy úgyhogy nagyon készültem. Azt tudja, hogy nagy lesz a fejemre így ezzel a verzióval, úgyhogy már alapból én kikapcsolom. Ja, de így néz ki. Szerintem nagyon csini. Tudja, hogy hosszabb pajhoz jobban áll, de hát ez van. Ez van. Oh, nem, így is jó. Úgy nézek ki, mint egy kamionos. Szerintem. De jó. Várjon csak, nem találok lukra. Istenem. Na most talán, nem. Gyerekek, hát így el szórakozni ezzel a hülyeséggel. Aha, szerintem az lesz, hogy így megnézem, hogy kb. Ez a méret, jó? És ez az. Ja, nem én nem találtam lukra, marra nehéz így összerakni. Ez az. Na, szóval ebbe a sapkába fogom végig tolni. Van ez a TRN nevezetű kollekciós. Tesóm lenyúlta a melegítőmet, mivel hogy kicsit nagy rám az MS. Én mondom, akkor rendelek már először csak egy felsőt, mert most olyan melegek vannak, viszont reggel, amikor bejövök dolgozni, akkor azért még előfordul, hogy felveszek egy kapucnist. Rendeltem egy SS-t belőle, de én ezeket annyira szeretem. Egyébként ez a kollekcióhoz van ez a gatya is. Ez a rózsaszín, szerintem fog venni egy szürkét. Na ez a jó méret, ez az SS. Fú, de imádom. Nagyon szupi. De nem biztos, hogy rajtam marad, mert ha rajtam maradhat. Meleg van egy kicsit, de nem baj. Jó lesz ez így. Jó lesz ez így. Ha. Egyébként ezt mutatom, ez ilyen vékonyabb anyag, nincs bélése benne. Szerintem tök szuper. Oké, na kezdjük is a bulit. Na, taurint, azt elmondom, meg még mindjárt mondom még valami, ami fontos lesz, három dolog is, ezt így egybe szeretném mondani. Hol vagyunk? Nem ez az. Ú, hogy az a... Ez az. Igen, na, szóval, ez a három cucc, taurin. Igen, jól látjátok, az egyik körmöm sajnos feljött, félig, úgyhogy nem nincs rajta műköröm, mert nincs fél körmöm. Taurin és a Synephrine. Na, az a sztori, hogy ugye a versenydiétában nem fogok édesítőszert fogyasztani egyáltalán, semmilyen szinten, semmilyen formában. És tudjátok, van ez a Thor edzés előtti pörgető, imádom, nagyon-nagyon szeretem. Nagyon sokat segít az edzéseknél, viszont ugye van benne édesítőszer, úgyhogy én szépen megfordítottam, és megnéztem, hogy mi van benne. És ugye van benne taurin, van benne beta-alanin, Synephrine, ami ugye alapvetően egy zsírégető a Synephrine, úgyhogy ezt alapvetően is szoktam szedni versenydiéta alatt. Ez egy termogenikus zsírégető, akinek magas a vérnyomáson nem javaslom. És még egy negyedik cucc, a koffein, de koffein tablettám az van otthon, mert nagyon ritkán szoktam használni. Tehát ebből a négyből áll össze a tornak a hatása, úgyhogy nagyon remélem, hogy egy ilyen házi pörgetőt fogok összedobni, és akkor azt fogom edzés előtt meginni. Egyébként ez annak is jó, aki például felpuffad az édesítőszerektől, vagy mit tudom én, baja van vele, mert a tor az egy nagyon-nagyon jó edzés előtti pörgető, én tényleg esküszöm rá, az az egyik legjobb. Úgyhogy így is meg lehet oldani a sztorit. Na, ezt biztos láttatok már nálam tavaly.
ez marha és tojás aminosav. Na, mivel nem fogok fehérjét inni, mert ugye édesítőszeresek a fehérjék nagy része, ezért én kitaláltam, hogy én már az eleje versenydiéta legelejétől kezdve ezt fogom a fehérjepor helyett fogyasztani, ugye ebből a napi adag az 10 darab. Jó sok van benne, mindjárt mondom, 500 tabletta van benne, hogy ez 50 napig elegendő. Jó számoltam? Igen. Úgyhogy ezt az aminót nyomom. Viszont mutatom, az apkásában, a liskásában megy majd a fehérjepor. A Truvey-nek van egy olyanja, ami teljesen ízesítetlen. És ahhoz, hogy legyen egy pici íze, lehet hozzá kakaóport használni, natur kakaóport, meg kakaóbabom is van, és az meg olyan, mint a csoki darabok lennének. Úgyhogy az lesz majd rajta. Tojásfehérje lé, hát tipikus diétás dolgok, ugye utálom kidobni a tojás sárgáját, úgyhogy ez egy nagyon praktikus dolog. Az van ráírva egyébként, nem tudom hány napig jó, de elmondom nektek, én 2 hét után is simán ittam, ettem belőle, és semmi bajom nem volt. De persze nyilván nem tudom, felbontás után hány napot ír, nem tudom, 3-4 napot, de bőven meg lehet ezt oldani. Na, magyaróvaj helyett magyaróvaj por lesz, ez pedig egyetlen egy napom lesz magyaróvajas pufirizs, muszáj, egyszerűen nem bírom nélküle, úgyhogy én azt találtam ki, ugye ezt egy kedves követőm ajánlotta még tavaly, hogy egy nagyon pici vízzel, ha felkeveritek, icipicikével, akkor ebből ugyanolyan állagú dolog lesz, mint a magyaróvaj, csak ki van belőle a zsírtartalmának a nagy része vonva. Tehát ez már egy zsírtalanított magyaróvaj leborított állapotban. Úgyhogy ez lesz a kis trükköm. No, van ez a Garcinia Cambodja nevezetű táplálékkiegészítő, ez a HCA, ami egy anyagcsere fokozó zsírégetést elősegítő tabletta, kapszula. Úgyhogy én most ezt nyomom. Aztán ez, amit még soha nem próbáltam ki, Egdiszteron nevezetű, tesztoszteron szint fokozó, androgén hatású gyógynövény tartalmú készítmény, ami ugye a sport teljesítmény fokozására, illetve izomtömeg növelésére alkalmas kiegészítő, úgyhogy én nekem ez lesz az egyik kis haverom most a diéta alatt majd. Most először rendeltem CBD olajat, mert a Jim Beamnél is van, én ezt az 5%-osat, mert a 10%-os valami 40-valahány ezer, ez meg 8000 valamennyi, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ezt kipróbálom. Nagyon sok jótékony hatása van, viszont én ilyen teljesítményfokozás véget fogom kipróbálni, meglátjuk. Meglátjuk. Én nekem nagy bizodalmam van ezzel kapcsolatban, úgyhogy, ja, és egyébként ami még fontos info, hogy MCT olajjal van ugye együtt, ami egy nagyon egészséges zsírforrás. D3 vitamin, ez 2000 nemzetközi egység per ilyen zselékapszulában van, vagy zselékapszula, azt hiszem. Hány darabosat vettem? 120 darabos, én napi 2-t. 4-et szoktam belőle, igen, 4-et. Én azt olvastam valahol, de lehet, hogy hülyeség, hogy alacsony libidó esetén előfordulhat, hogy csak simán D-vitamin hiány van, úgyhogy én azt mondom nektek, hogy nem véletlenül a jó dolog a D-vitamin, nem elég, hogy ugye az immunrendszert erősíti, de szerintem érdemes erre is odafigyelni. Én mindig ilyen elővigyázatos vagyok vele, mert hogyha a libidó magas, akkor én mindig úgy érzem magam, mint aki az egész világot meg tudja váltani. Lehet, hogy hülyeség, de nekem tök jó érzés. Magnézium kelát, piszklicinát nevezetű történetet szoktam mostanában, mert ugye a magnézium citrátot próbáltam, engem nagyon puffaszt, úgyhogy ez bevált, és akkor ebből napi 3 kapszulát szoktam. Tudjátok, hogy a magnézium az nem görcsoldó, hanem hogyha sokat görcsöltök, akkor az már a magnézium hiánynak egy jele. Mert nagyon sokan azt csinálják, hogy görcsölnek és bevesznek magnéziumot. De ez nem egy csillapító dolog, hanem a görcs az már egy hiányállapotot jelez. Magnéziumot fogyasszunk minden nap. Célá, ez is egy ilyen
zsíregetés támogató készítmény. Én már a legelső versenydiétámnál 2010-ben is alkalmaztam, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy inkább nem hagyom ki, az a tuti. Jaj, ezt már annyiszor elmondtam, nagyon szeretem. Ez gyömbér, kurkuma, kivonat, porított gyömbér és kurkuma van kapszulába zárva. Esküszöm, hogy nagyon-nagyon jó immunrendszer erősítő, soha nem hagyom ki, tehát amint fogyóban van, már rendelem az újabbat, nagyon szeretem. És ráadásul ez azt hiszem, hogy vegán cucc, sőt biztos, hogy vegán, de hülye vagyok, mert van alapvetően is, ugye ez a két gyógynövény, ez ugye növény, meg a Vanavita az egy ilyen vegán biomárka a Jim Beamnél. Lesz az zapkása, tavaly nem volt, idén lesz. Úgyhogy gluténmentes, finom szemű zappelyhet is rendeltem. Meg jó sokat rendeltem, mert írtam az étrendembe tonhalat. Úristen, mennyi. És van a Jim Beamnél, nagyon jó áru, mert 6,91 ilyen 120 g-os. Saját lébe, tehát nem az olajos verzió. Csak ajánlani tudom. Egyébként ezek a tonhalas történetek a Jim Beamnél óriási különbséggel jobb áron vannak, mint amit a boltban lehet kapni, úgyhogy pöpec, tényleg nagyon jó. A szegény magasúlyunk felmondta a szolgálatot, úgyhogy rendeltem egyet. Hát egy 2,5 évet kibírt, úgyhogy rongyá használtuk, úgyhogy szerintem nem rossz. És ez a szép új 2 kilós egyébként. Nagyon szeretjük, nagyon kényelmes, tök jól zár, nem szokott lepörögni a bokáron, úgyhogy én csak ajánlani tudom. És ugye a 35-ös, de mi vagyok, a 25-ös kézisúly párját megrendeltük. Úgyhogy végre megvan az is. Őrületes, nagy, csodálatos hexagon kézisúly, csak már behelyeztem, mert ez egy külön csomagban volt. De, ó, Isten! Azért nehéz. Na jó, pont jó lesz ott. Remélem tetszett ez a kis csomagbontogatós videó. Hát én imádom ezt a kis sapkát. Ez nekem nagyon. Tényleg úgy nézek, nem a kamion. Remélem tetszett a videó. Tudjátok, hogy a Gina 5 kóddal, hogyha a Jim Beamtől rendeltek 5%-kal kedvező áron tudjátok beszerezni a termékeket, úgyhogy ne felejtsétek el használni. Annyi van, hogyha valami nagy akció van és akciós terméket is vesztek. Ugye az akciósokra nem érvényes a kódom, de az akción kívüli Jim Beam saját márkás termékekre nyugodtan lehet használni. Hogyha bármi kérdésetek van ezekkel a tápkékekkel kapcsolatban, és nem találjátok a netten, esetleg tudok valamit segíteni, árértékarány, stb., akkor nyugodtan írjatok, kommentbe igyekszem válaszolni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és nem sokára jelentkezem versenydiétás videóval, nem holnap, mert 3 nap alatt fogom összerakni az ételeket, és most kivételesen megfőzöm előttetek, úgyhogy mindenféle tippet, trükköt majd elárulok nektek, és szerintem a hét első felében jelentkezem majd. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!